Rázió születtem 2003-ban, Almas édesanyjammal érkeztem. Leges abban kezdeném, a mosógomb föl, nincs meg a csatornám, de nem a feliratkozóké, hanem hogy mennyit szenvedtem bele, hogy a délre hozzam, meg ez volt az álmom, az életem, a kincsem, mindenem. És ezért megkérdem mindenkit, hogy aki használja a régi csatornámat, aki használja, arról iratkozzatok be, és iratkozzatok a Rúd csatornámra, megkérdem mindenkit, arról iratkozzatok le, és az Rúd csatornámra iratkozzatok fel. És még egyszer, van egy jó hírem mentek. Megjöttek a kártyám, a dedikáló kártyáim, megszeretem mindenkit kérni, az lesz a dolgot, én június 3-án fogok sorsolni. Sorsolni, hogy iratkozzon fel a csatornámra, mert ott egy lájkot, és kommentbe írjátok meg, na feliratkoztam, jó is lenne, mert téged előben egészségben. Ez a dolgok is, és el fogom postálni egy embernek, aki kiválasztom is megnyeri, az felveszem vele a kapcsolatot e-mailben, a Facebookon, Instagramon, hogy akarok felveszem vele a kapcsolatot, ezeket fogom sorsolni, de én többet fogok neki küldeni, és alá is írom hátul, aláírom neki, és úgy fogom postázni. És ezért megkérdem mindenkit, de július 3-án fogok sorsolni, és az a dolgokat elmondtam előbb is, hogy iratkozzatok fel, mert az a lelkocs, hogy kommentbe írjátok le, feliratkoztam, és jó is lenne, mert téged előbb engedségben. Köszönöm szépen, hogy meghallgatokat, és ebben a szóval által nem értsen el meg a szót. Sziasztok! Hát a tegnapi dologért elnézést kérek, bocsánatot, ha nagyon megbántottam volna valakit, hogy így beszéltem, de egy személy akartam ezzel megjegyezni, nem tudtam magamon uralkodni, mert ugye anya vagyok, és egy beteg gyerekemről volt a szó. De viszont nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy a régi csatornája ugye elveszett a Gézónak, elvették. Közben mutatom. Nagyon szépen kérek mindenkit, aki a régi csatornáján volt, azaz újra jöjjön át, és iratkozzon fel a Gézónak a csatornájára, mert a gyerek ebbe beleroppanna, hogyha ezt nem tudná csinálni. Már én belefáradtam, én próbáltam. A mai nap folyamán, tegnapi nap folyamán is lebeszélni a Gézát. Elfakadt sírva, hogy ő ezt végbe teszi, végbe csinálja. Mert ő le akar fogyni. A Tari Ádámmal folytatnak az edzést. Ma készül az új videómat, csekkoláltak az új videómat. Egy igazságos fiatalember, ezt országvilág előtt kijelentem, mert fölhívta Gézát, a Gézát bátorított a Tari Ádám. Továbbra is edzeni fog a gyerek, ugye? Mert mióta Tari Ádám ugye foglalkozik vele, elküldte neki a linkbe, fogyókurát próbáljunk betartani. E-mailben mindenhol. És ugye sétál is a gyerek. Naponta 2x20-25 percet, hát nem tud még azért 40 percet tenni. Valamikor én megyek vele, valamikor az unokahúgom, valamikor a keresztfiam. Úgyhogy egyedül a Gézút nem engedjünk. Nagyon szépen meg szeretném köszönni a Tari Ádámnak még egyszer. Mert kiderült az, hogy mink azt hittünk, hogy a Géza 250 kiló. Na már én nekem a Gézú, már körülbelül egy jó fél éve mondogatta, hogy anyaszondja, én 250 kiló felett vagyok, én érzem. Mondom, fiam, mennyire slattolt? Azt mondja, 280-ra. Mondom, ilyen nincsen, nem vagy te 280 kiló. Anya, lehet, hogy már még annál is több. Hát ugye kiderült, hogy megvettünk a mérleget. Légy szíves, mutasd meg. Az ott van. Ugye ott fér el itt a szobába. És a ráta Géza, hát nem tudtunk szóhoz jutni, voltunk bent vagy. Hatan itt voltak a szomszédok is, hogy 313 kiló volt a Géza. De most már 300.
De mi ott ugye a Tari Ádámnak az étrendet, hogy előírta neki az Ádám, de tartja a Géza, ugyanúgy edze, hogy elő van írva, jó, valamikor nekem se tetszik, hogy a karjait úgy nem mozgassa, de én mondtam neki, azt mondja, anya, nem bírom. Hát azért képzeljétek el, hogy egy karjában hány kiló lehet, hogy azt megemelni, ugye, meg a lábába is. Ő akarná, mert benne van az akarat, mert nagyon nagy akarat van a Gézába. Csak ugye nehéz, nehéz neki, de egyre könnyebb lesz majd a sétával, a lába már nem görcsöl, ezt már el tudjunk kiabálni, hogy nem görcsöl, múlt ezt a feladatokat csinálta, amit az Ádám kitűzött neki. Ugye, hát még a guggolás mondtam én neki, meg ugye az Ádám is mondta, hogy azt a tazét... Ja, ő nem mondta. Nem mondta. De mondta, jó az is. Én még a guggolást a Géz ugye rá is kérdezett az Ádámra, nem mindig vagyok bent, amikor beszélek. És hogy a guggolás, az is sokat javítanak Gézának a vérkeringésén, mindenén. Hát nagyon szépen kérek mindenkit, ne haragudjon rám. Én... megalázkodok a Géza véget, mert a Gézának nem tetszett, hogy én így beszéltem, ő nem így ismer engem, ugye? Csak hát nem tudtam magamon uralkodni ezen az eszemét, hogy az egy szemét ocsmároltam, de én szerintem lemandulva módon, amit ő elkövetett a beteg gyerekemmel, ezért elnézést kérek, és arra kérek mindenkit, hogy aki a régi csatornám volt, próbáljunk visszaszerezni rendőrségi ügyön van ez. Mit néznek rajta, Gézu? Ez a... Az IP-címet. A hely már megvan, csak nem mondom meg. A hely. Hogy már az megvan, hogy hol csinálták. Milyen telefonról csinálták. Az telefon megmondom, P9-ről csinálták. Úgyhogy ez folyamatban van. Hol van P9? De marad most már Gézónak ez a csatorna. Sajnos a videói ugye eltűntek. Amit a Géza letudott, lementette. Igen, a főfogom tőgögeti lassan. Aztán meg lassan-lassan főtőtögeti. Nem a pénzről van itt a szó, mert én olvastam a kommenteket, hogy nagyon sokan hozzáittak, hogy király a kéregetében, meg stb. Hát aki egy Isten hisző gyerek. Én elmondtam már tegnap is. Ideges állapotban voltam, most nyugodt vagyok. Én hiszek Istenbe, de még nincs a szívembe. De Géza nekem mindig azt mondja, hogy ő engem ebben képvisel. Ő engemet kérdőre vont, majdnem, hogy könyörögve kért, hogy anya, ne csináld, változzál meg. Ne mondjál ilyet soha többé, még akkor se, hogy az országvilág nem hallja, te nem ez vagy. Ha megdobnak követ, dob vissza kenyérre. Azt mondja, meg hogy a kommenteket is mindet, a jót is beszívezi, meg a rosszat is. Én nem tudtam neki eddig belelépni a kommentibe, én nem láttam, csak ma meg tegnap. Én mindig azt mondom, még így a másik szemébe a szálkat, akkor az enyém meg ellendő van. Én mindig azt mondom, hogy... Gordalom volt a kommenteket olvasni, én mondtam is neki, ma is elmondtam neki, hagyja abba, attól függetlenül a Tari Ádámmal edzett, ugye? De ő azt mondta, hogy ő az álmát ő nem adja. Ezért kérek mindenkit, hogy iratkozzanak be a csatornára újra, és nyomjatok neki egy lájkot, mert azért 10 000... Majdnem 11 000. Majdnem 11 000 feliratkozó azért az nem mindegy. Ami most lezajlik, azért gyerekben ne tudja meg. Most ez a Tari Ádám, hogy ő beszélt is vele, ma lelki támasz adott neki, felerősített a Gézát, és így úgy döntött, hogy nem fordul magába, hanem végigcsinálja. És azt mondja, anyám, sikerülni fog. És ha felfelte volna, rögtön meg tudom kötödni, Ádám tesóm, Ádi tesóm, puszillad, nagyon szeretlek, köszönöm szépen, a kommentben letetted nekem a Rélalba csatornámat, a Jóisten jön, mert téged előbb a legősébben, vagy 1000 évig tesóm, vagy 100 évig, azt mondja, Jóistentől legyél szerencsés, puszillad, Ádi. Én csak azért voltam tegnap egy... agresszív, nem egy kicsit, nem nagyon is nagyon, hogy én tudom, hogy az én gyerekem milyen jóságos. Buta, szókincs, nem nagyon van neki. Ugye azért szoktam mondani, hogy legyek benne videóiba, hogy dadog a gyerek, és akkor van hozzáírásokat, és láttam, hogy nem kell érte fizetni.
hogyha elmész, azt megtanulsz beszélni, meg ilyen dolgokat. Miért kell az embereknek így bántani? Az, hogy a 20%-a bántja, 80% mellett van. Úgyhogy én ennek csak örülök, meg ő is főként. Igen. Ugyanúgy reméljük, hogy meg lesz neki ez is. Ma azt nem is merem mondani, hogy segítsék a Gézát, elég abban segítenek, hogy feliratkoznak. Igen. Legyen meg a gyereknek a feliratkozása, amit ugye elveszített, uh-huh. mert már megvolt neki, ugye? A nézzel rólam is. Meg azt, hogy a Tari Ádámmal itt folytassa az edzést, hogy ugyanolyan ember legyen, mint más. Igen. Tudjon magára ruhát, tudjak neki ruhát venni, ugye tudjon dolgozni, mert csak azért kértünk a segítséget, én is, a Géza is, hogy mivel ő ugye nem tud dolgozni, még diák munkát se tud végezni. És évek óta így van, hogy segítségre szorul, ugye? Nem akarok panaszkodni, ne az legyen, hogy kéregetünk. Isten őrözzön. Aki valamiben nézi a Gézát, meg szereti, meg eddig is elbeszélgetett vele a Messengeren, Facebookon, vagy pedig az élőadásokban is látom, hogy nagyon sok jót írnak oda, nagyon ritka kivat ír neki oda, az legyen mellette, azt iratkozzon fel a csatornájára. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, menni szépen a videót, akit tetszett, nyomjátok a lájkot, iratkozzon a csatornára, és ne felejtsétek el, június 3-án sorsolás, egy ember fogok sorsolni, akinek elpostatom a kártyát, az a dolgokat, iratkozzon fel a csatornámra, nyomjátok a lájkot, és kommentbe írjátok meg, felrakoztam, és jó is legyen téged erőben, egészségben. Ennyi volt a videó, akit tetszett, és de szeretném játszani a legjobb játékomat. Azt mondom, hogy lájkot és iratkozom fel a csatornámra. A jó Isten, mert mindenkit szép eset kívánok, sziasztok! Sziasztok!